I would say indoor or school. Hang. Szevasztok, drága nézők! Üdvözlünk újra mindenkit. Elérkeztünk a második pályához, Dark Tigers és a FaZe Clan összecsapásában. Igen. Jól csinálom? Jól ragozok, nem? Nem, mindegy. Nem számít. Sosem. Én Roberto vagyok, és itt ül mellettem kommentátor, társam, zeneszerző. Így van, sziasztok. Remélem sokan itt maradtatok. Overpassra fogunk menni, ami a FaZe-nek a választása. Igen. Én nem is értem ezt a dolgot, mármint, hogy nekem az lenne az első dolgom, hogyha coach lennék, vagy irányító, hogy gyerekek, FaZe az azt jelenti, hogy minusz overpass, nem? Utóbbi időben volt, hogy gyengélkedtek rajta, de tény, hogy még mindig nagyon erősek, hiszen pont azt fogjuk látni szerintem, amit most Mirázson láthattunk CT oldalon, hogy az egyik szájton ott van két ember, Nico Reyn, a másik szájton ott van Olof Meister. Mondjuk itt most azt hiszem pont Olof fog majd Nicoval együtt játszani, szóval variálnak a srácok össze-vissza, és nagyon nehéz lesz áttörni, nagyon nehéz. Mirázson talán egyértelműbb, ott Guardian ugye középen folyamatosan tud dominálni, ha csak nem füstölik ki, mert akkor konnektorban tud dominálni, mindenhol tud dominálni. És overpasson szerintem ugyanez lesz a helyzet, ettől félek. Na igen. És ugye, mint Dark Tigers, mint abszolút underdog, igen. Lehet, hogy az ilyen, nem is tudom, az olyan pályákat próbálnám meg, amire egy abszolút nem számítanak, vagy nem szeretik a nagy csapatok. Most mondok egy példát, Nuke például. Nuke az instant banna FaZe-nek. Debőszon instant banna FaZe-nek. Így nehéz őket. És innentől kezdve bármelyik pálya jó nekik. Tehát. Még egy B, ugye a döntőnk az egy BO5 lesz. Igen. Tehát ott biztosan kell játszaniuk olyan pályát, ami nem erősek, vagy nem az erősségük. Hát, ez majd akkor, ki, ez majd akkor meglátjuk. Szerintem alapvetően Cablestone-t fogják bannolni, hogyha ők jutnak be a döntőbe, és az ellenféltől függ, hogy lesz-e nyúk, vagy nem. Meglátjuk. Például szerintem a Mouse azt hiszem, hogy szívesen játszik nyúkot is. Igen. Meglátjuk. De hát addig de még el kell mondod, jutni. Hogy a Mouse döntő lesz? Én arra számítok, de hát az még nagyon messze van. Az még ez a fél nap, meg még nagyon, másik. Az lenne egyébként a fantasztikus, mert tényleg azért mi is tudjuk, és annyira benne vagyunk a Counter-Strike nemzetközi világában, hogy a FaZe az félelmetes ellenfél. Top egy csapat, de azért az, ebben az évben rendre elbukták ugye a döntőiket. A döntőket. Na de a döntőket bukták el. Ez az, amit sokan félreértenek, hogy azért a döntőig el kell jutni, és nagyon, ő konzisztensen el kell verekedni, így van, és ez tény is való. És ott, amikor ugye beszélgettünk Guardianékkel, amit egyébként hamarosan megnézhettek majd az eSport egy YouTube csatornáján, hát így folyamatosan csak, már Pasa interjú egyébként kint van, meg az Olof Meister interjú is, az eSport egy YouTube csatornáján kereszt keresni, és a Guardian is megy ki hamarosan, szóval, hogy Gerdén ugye úgy nyilatkozott, hogy amíg, tehát hogy mondjam, két részre osztják a LAN-t. Uh-huh. A döntő előttit, és a döntőt. És a döntő előtt egyáltalán nem izgulnak, játsszák, amit kell, a saját játékokat, és ott vannak a döntőben, és úristen, azt érezzük, hogy méltók kell legyünk ehhez a névhez, uh-huh. ez a világ elsőséghez, és nagyon sokszor, most ez tök furán fog hangzani a tapasztalt játékosoknál, meg sztárjátékosoknál, de elizgulják. El. Hát biztos, hogy ilyen mentális problémák vannak a FaZe-nél. Egyértelmű, hogy nem a skillben van hiányosság, vagy nem gyakorolnak eleget a játékosok, vagy ilyesmi. Egyértelműen szerintem szükségük lenne egy pszichológusra, aki ezen átsegíti őket, és onnantól kezdve szerintem eléggé konzisztensen tudnák nyerni a versenyeket. Például ugye ami jelenleg is zajlik ugye a VNA Future Sports Fest keretein belül, az eSport konferencia, és ott van az Astralisnak is a pszichológusa. És előadást tart? És előadást is tart, és ha minden igaz, akkor fogunk majd vele is interjút csinálni, mármint ugye az eSport egy stábbal. Az jó lenne. És akkor, ha már itt van a FaZe, itt van ugye egy sportpszichológus, akkor ugye össze lehet kötni a kettőt, de egyébként valóban, tehát egy stáb, ami mögötted dolgozik, ha elég komolyan dolgoznak, és ha elég komolyan gondoljuk, akkor előbb-utóbb ennek is el kell jönnie. Hát ugye most már három személy, vagy három munkakört lehet a játékosok mögé sorolni. Ugye van a coach, az edző, van az analiszt, és van ez a sportpszichológus, aki mentálisan készít fel. Hát meg a menedzserek is azért. Hát a menedzserek, de csinálnak azért valamit. Hát valamit, igen. Szervezik a vízumot, meg ilyesmi. De most hát konkrétan a játékra gondolok. Néha nem sikerül egyébként. Tehát hát mostanában elég gyakran elfordul, hogy nem sikerül.
De hát ez a nemzetközi helyzet fokozódására vonatkozik. Ez már egy másik téma. Na igen. Mit mondasz? Overpass, Phase, Dark Tigers. Részeredményt kérek. Vagy, bocs, végeredményt. Végeredményt? Hát... Ugye most szerintem T oldalról fog kezdeni a Dark Tigers. Ott talán még egy fokkal nehezebb lehet. Mert nem, ja nem, mert az... A Faze választotta a pályát, szóval... Zeneszerző hirtelen több órányi vodot nézett át így a fejében. Azt gondolom, hogy szerintem azért 5 kört mindenképpen el kéne érniük ezen a pályán is. Igen. Azt szerintem valid. Azon gondolkodom, hogy mi lehet az ellenszer majd a Faze védelmére, de az a baj, hogy nem tudok semmit mondani. Amit... Az a baj, hogy még Mirázson se láttunk olyan execute-okat, amiket mondjuk fixen meg tudtak csinálni. Akkor mondjuk nem overpasszon... az a probléma, hogy a két csapat között alapvetően ugye ligányi különbségek. Persze, nem egy, persze. Hanem akár több ligányi. Tehát ugye egy mix csapatról van szó, tehát ez tényleg olyan, mint hogyha leültek volna, és akkor most egy face-it versenyen egy vasárnap délután akkor játszanak, és akkor ilyesmi. Tehát, hogy nagyjából nem tudom, hogy mennyivel magasabb a szint ennél, de végül is elverekedték magukat ide, és most már láthatjuk, hogy hamarosan láthatjuk, hogy T oldalról kezdenek. Én szerintem az az 5 kör az. Meglátjuk, hogy a lendületet mennyire fogják tudni elkapni. Mert a Mirázson az elején elkapták a lendületet. Aztán elvesztették. Hölgyek és urak, itt vagyunk a Dark Tigers és a Phase visszavágón. Overpass. Lássuk, hogy kezdenek a srácok. Kapszen vezeti a sort, és már be is mentek. Berakóra. Ó, az nagyon szép. Érkezik egy válasz Nikótól azonnal, de egyelőre sikerül megtartani az ember előnyt. És van infó, két játékos és Guardian óriási fejlővés bízni meg, és füstön keresztül Kerrigan elkapja a tusit. Kár érte. Kár érte Guardian, és Rain fejezi be a kört. Jól indult ez a bérás. De végül nem sikerült bombát se rakni. Füstön át, azt a fejes, hogy adta be Kerrigannek, hát ez egy jó kérdés. Senki nem tudja, és nem is tudjuk kideríteni, mert ugye nem láttuk visszajátszásból majd igen. Esetleg. Hát bombát nem sikerült tenni, úgyhogy ilyenkor érkezik ugye a T oldalon az abszolút, igen, a Force. Igazából ez még mindig egy félelmetes vásárlás, tekintve, hogy a CZ-k megtalálhatók. Talán a legnagyobb probléma, hogy egy darab gránátja van ugye Cupsennek. Igen. Azért a füst mellé legalább egy vakító gránát jó lenne. Mert eldobálták már, ami volt. A legesleg elején. Hát igen, csak ugye a támadás, amit úgy értem, amikor beszélhetnek menni lerakóra, akkor... Nehéz lesz. Hát alapvetően ilyenkor már szerintem a fegyveres körre koncentrálnak a játékosok. Ugye, hogyha valaki elvépít akar venni, akkor már ekkor előre kell gondolkodni, hogy már spórolni kell. Most azt látjuk, az igen. Úgy van, let's go! Azért nagyon szép lövés volt. Pushitól. Ilyenből kéne még néhány. Ahhoz, hogy igen, és látjuk is, hogy most egy fokkal passzívabb pozíciót vett fel a Rof is. Azért ilyen fejesekben nem jó belefutni. Ó, megvan a Spray Guardiannak. És Olofmeister hal néhány játékost, ahogy B felé közelítenek. Lássuk, hogy meg tudja röviden fogni. Nyilvánvalóan őt küldték el a szűk poziba az SMG-vel, Kerrigan pedig megpillanthat egy T játékost. Hoppá, Olof elhullik. Egy ember. Ott a második. Nagyon szép van még abban a tárban, de nem sok, most fogyott ki. És végül el is kapják. Rain érkezik meg. És Guardian is. És megcsinálja Rain. Rain nagyon jó formában van egyébként. Előző pályán is láthattuk, és most is eléggé stabilan hozza, amit kell. Mert ez ott a két kör alatt is. Három kill sikerült begyűjtenie, és mintha nagyon fontos volt egyébként. Full Echo fog következni. Igen, a Full Echo után pedig ugye a fegyveres körök veszik kezdetét. És arra leszek kíváncsi, hogy bíztik majd mutatni. Az a baj, nagyon-nagyon csendes volt Mirázson. Én többet vártam volna, főleg, hogy több oldalról is ugye kaptuk az információt, hogy őt érdemes lesz figyelni. De hát végül utolsóként... A várakozás elmaradt. Igen, utolsóként végzett a csapatában. Igen, lehet, hogy valami hasonló teher van akár egy Beastik szintű játékoson, vagy akár Goofin, ugye az XCOM játékosán, akik közösségük, vagy hát az abban a tírben játszó legjobb játékosok, meg ugye a
kvalifikációk során is rendre kerrizték a csapatukat, és most nagyon sokat várnának tőlük ugye itt az offline rendező. Igen. Igen, rajtuk ilyenkor nagyon nyomás. Mondjuk kérdés, hogy ez Beastik esetében mennyire van így, hiszen ugye tényleg egy mix csapatról van szó. Nem hiszem, hogy ők arra számítanak, hogy meg tudják verni mondjuk a Faced. Tehát azért tényleg a top 1 csapat a világon. A top 1 csapat a világon. Minden játékos a saját szerepében a legjobb a világon. Nem valószínű, hogy ez az a mérkőzés, amit nekik meg kell nyerni nyilván. És ugye a Harazers ellen tudtak egy döntetlent játszani. Ez nem a győztesek hozzáállása. A Quantum Balatot Fire is így jött volna hozzá, akkor most legendák lennének Majoren? De a Quantum Bellator Fire egy Swiss systemen keresztül tudott bejutni három olyan ellenfél ellen, akik nem voltak annyira erősek. Itt, mivel hát csoport... Hát mivel a csoportkörben mindenkivel játszani kell, itt ezt nem lehet. Itt sajnos ez nem fog előfordulni, hogy... Szerintem a három gyors győzelm se rossz. És az utolsó meccsükben a 2-0-ás ellenfele. Hát Kerrigan! Időközben tud duplázni, ott a tripla! Lesz a folytatása, hogy a fenében ne lenne! Rain elveszi az észnek a lehetőségét. Igen. Ez a szomorú. No, érkeznek az AK-k, Dark Tigers-tel. Szerencsénk van, hogy most ez a szünet ilyen rövidre sikerült, szerintem technikai lehetett. Valószínűleg igen. Az egy offline eseményen elég sok minden adódhat. Igen. Ez tényleg csak azt tudja meg, aki egyszer akár egy lampart megpróbál összehozni a garázsában. Vico érkezik vízben, és Beastik osztja kinek a jól megérdemelt fejlővést. Lesz a folytatás, megpróbálnak a CT-k mondjuk egy gyors refreget csinálni. Hát Rain érkezne hátulról. Ott van a második entry. Eddig nagyon szép. Ó, és számítanak Rainre. Ó, az gyönyörű Beastik. Volt. Gyönyörű volt Beastiktől. Itt lehet az első kör a Dark Tigersnek, hiszen 5v2 szituációt alakítanak ki. És még több mint egy percük van hátra. Ó, ez mondjuk nagyon gyors volt Guardiantól. Hát ez a szokásos Guardian, ki most így a világ legjobb AWP-sének tartak jelenleg. Igen, én is egyébként. És több ilyenben nem szabadna belefutni, hiszen tényleg, ha egyesével futunk le Guardianra, az jót nem fog jelenteni. Pontosan ugye ezen a pályán, csak a másik térfélen hozott ugye az IM Katowice-n is. A Fnatic ellen egy 1v5-öt. Bizony. Tussi megy előre. Emberelőnyben vannak, bár az probléma lehet még, hogy Guardian itt van. Egy hiba. Az nem volt hiba. Egyszerre kéne rámenni, meg is van. Igen, igen, erre ők is rájöttek, úgyhogy szépen ráugrott a két oldalra, hogy esélyese legyen. Kerrigan pedig 1v3-ban érkezik Heavenből, a bomba lekerült. De jól látom, akkor nincsen diffuse kit Kerrigannél, szóval ha szeretné megpróbálni, akkor sietni kell, hogy legalább még egy-két killt elhozni. Hát az a vakítógránat nem igazán volt effektív. Nem sikerült jól. Megvan az első kör a Dark Tigersnek, és most kéne azt a bizonyos lendületet elkapni, és további köröket felsorakoztatni egymás után. Ugye most teljesen jól tudnak vásárolni a FaZe Clan játékosai, sőt, nem, nullára veszik ugye teljesen. Tehát ezután Echo fog következni a FaZe-nél. Úgyhogy ha ezt a kört megnyeri a Dark Tigers, akkor már is lesz egy egészen jó félidőnk. Van, mert akkor már biztos, hogy van három körük. Hát, almost, igen. Majd nem. Rain pedig közben szökőkútnál várja az érkezőket. Csak is kell koncentrálnia, nem a legjobb. Hát a kérdőn is, ez meg is történik Capsel révén. Na, egyébként lehetett látni Rainnek a mozgásán, hogy nagyon confused lett, nagyon összezavarodott, amikor látta, hogy az első öt golyóra nem tudja belülni az ellenfelét. Kerrigan, csodálatos fegyver. Csodálatos, na ritkán látjuk a Novák játékban. Egy is, én csak Novákkal játszom. Szerintem... Top caster. Hozzájött a szakértők. Guardian hibázik, ritka pillanatok egyiken, ott az építés. Ezért nem jó, látod? Ezért nem szabad Novával játszani, Novákkal sem egyébként. És Nico időközben kicsit agresszívebben kinézett B környékéről. 2v2, a CT-k teljesen elszeparálva helyezkednek el a pályán. Beastiknél van a bomba, és úgy látszik, hogy elfelé érkeznek meg, viszont az egyikük hosszról, a másikuk pedig rövidről érkezik, akkor könnyen belenézhetnek Guardian LVP-jébe. Van még egyébként füstjük bőven. Bocsánat. Igen. Hát igen, ez nagyon jól megjósoltad. Nem is értettem egyébként, hogy a gránátokat most mire akarnák felhasználni, hogyha mondjuk nem arra, hogy bemenjenek. Mert oké, rendben van. Na. Közben Tushiról van-e információ, az itt a kérdés. Igen. 10 másodpercnél.
akkor már hátba érkezik. Egyébként most pont elkerülik. A bombát azt szerintem így biztosan le tudja rakni. Azt az jó kis szállata. Időben. Na nézzük! 1v2. Dark Tigers játékosra versus Guardian és Nico. Rejtik, hogy ott van. Most már szerintem biztosan tud... Ó, nincs meg a quickscope. Meg. Hoppá! Ó, te jó ég! Gyönyörű! És halljuk is természetesen a játékosok hangját, hát ez teljesen természetes. Egy ilyen 1v2 után a Phase ellen. Egy Nico és egy Guardian ellen. Ez tudom, nagyon hogy szép. Ha egy kell, igen, és egy nem is tudom, Olofmeister, hogy Rain ellen hoztam, akkor is persze, óriási ováció lenne, meg akkor sem, az semmi lehet. Ez az 1v2, ez tényleg ez így volt szép. Nagyon fontos nagyon, kör én volt. Én követtem volna egyébként, még akkor is, hogyha nem ő az esélytelen, nem volt az esélyesebb a körben, hogy hogyan is oldotta meg ezt a dolgot. Ja, az Observer, igen. Hát, semmi gond. Tusi, na, az előző kör tárja. Ott mindenki, na még több freget tud szerezni. Ó, de szép! Egészen elképesztő. És persze mondhatjátok, hogy jaj, hát ez csak egy echo. De könyörgöm, Nico az úgy van teppel azzal a USPS-sel, hogy... Hát, ugyanúgy meg kell lőni az embereket, mint egy fegyveres körben. Tényleg egy kicsit nehezebb lőnek vissza. De attól még meg kell lőni, és nagyon szép volt a spray control. Van tepp, hiszen Kevlar van. Jó. Ez szomorú. Túl tepp. Túl tepp. De igazából Nikónál szinte egybefog a kettő. Na hát ez egy 3-3 az early game-ben azért. És egyébként most Tushi mozgása látszik is az önbizalom. Az agresszíven kiugrott, már nézte a boostot. Prefire, ez nekem nagyon tetszik. Azonban Guardiannel van az entry. Nem szabad nagyon elbízni a magát. Egyik játékosnak sem, egyébként egyik oldalon sem. Egyébként 3-3. Én azt mondom Dark Tigersnél, hogyha legalább két játékos tud egy ilyen habitus magára venni, akkor az tényleg szoros játék lehet. Tehát, hogyha a Mystic és Tushi adott esetben a vállára veszi a csapatot, akkor ez akár 5 körnél is több lehet. Igen, egyébként én még mondjuk azt remélem, hogy Capsen tud majd kicsit jobb erőre kapni. Ugye ő szokta az LVP-t megragadni, és talán Guardiannal majd felveheti a versenyt. Ugye jelenleg nincsen LVP sehol, és jelenleg 5v2 szituáció alakul ki. A boost sem fog beválni a Dark Tiger számára. Nem kegyelmez maradék két játékosnak. Hát ez egy nagyon tiszta, és ez egy fegyveres kör volt. Volt egyébként az első fegyveres kör a Dark Tigersnek is olyan volt, hogy ott Bane, láthatjuk időközben, hogy Olofnak a dupláját a legvégén, szóval Bane, Nico kitolt a rövidet. Igen, ott meg, igen. Kicsit reckless volt, ugye Rain pedig már ott volt átkötőben, és őt is elkapták, és onnantól kezdve, hogy 5v3-ban le tudták hozni a Dark Tigers játékosai. Most egy egészen más dolgot, most Rain is más pozícióban volt. Most Guardian az, aki egyébként felveszi ezt a formációt, amit láttunk az előbb Rain-től. És egyébként most sem működik, lebuktatják. Megvan az entry. Rain menne tovább és választ, adott esetben néhány killben, Capsen érkezhet Tufikhoz, zsúrba. Tushi kezében van itt az LVP. Vajon eléggé be volt a flash-ev az, hogy meglássa a játékosokat? A be is volt igazából, itt már rengetegszer lőtték vissza őket, szerintem tisztában van azzal, hogy most is itt lesz. Rain mit kap? Jézusom! Azért arra nem lehet panasz, hogy a Dark Tigers ne lőne jól. Igen, kettős ember előnyt tudnak kialakítani. És ugye mozgásból ítélve, hát igazából még bárhova bemehetnek, de szerintem ez egy B-támadás lesz. És ők persze nem tudják, de talán az lenne a helyes döntés is, a védők számát tekintve. Ülekeznek monsterben a terroristák. Egyelőre nagyon óvatosak, és igazából igen, maguk a CT-k sem tudják, hova kéne. Igen, Eljó nagyon előre tolta, és így ingyen kill volt gyakorlatilag. Olof, jönnek ide, egy, rövid rajátékosok, ott válasz Beastiktől. És látod, a két másik CT-játékos, Kerrigan és Nico, a másik lerakón volt, úgyhogy valójában volt ez, hogy 30 szekig meg sem mozdultak, és végül befejezik a kört. Szépen csinálták. A kezdőgyilkosság után volt ez a passzivitás, úgy értem. Nem értem, hogy Eljó miért futott annyira előre. Tehát nem voltak sehol még a csapattársai. Előre ment deríteni, meghalt, és igazából információt nem tudott nyújtani a csapatának, mert akárhány CT lehetett még a környéken.
4v3 szituáció alakult ki. Egy Forcebite láthatunk a Face-től, van Famas és van UMP, azonban ezzel is eredményesek tudtak lenni. Usnál ott van az AWP, és nagyon elszeparálva vannak a terroristák a pályán. Ezért nagyon nehéz lesz. 55 másodpercen belül vagyunk, és össze kéne valahogy szedni a csapatot. Az nagyon szép entry volt. Tom Case-től 3v3, viszont hova fognak be? Guardian ellövi a bombát, így ez a kör gyakorlatilag... még egy TK is befigyelt, borítékolható volt a Phase javára. Megy az adókapok rendesen a két csapat között. Nincs túl sok pénz a Dark Tigers kezében. Lesz-e vásárlás? Nem, úgy döntenek, hogy nem. Két átén levásárolták maximum, ugye itt levett a vásárlás alatt, hogyha lehet egy CZ-t érteni. Igen, ugye... Mert ott érteni 2000-ig kb. Kétkörös plusz bónusz csak lesz, csak hogyha ezt a kört elveszítik. Olof, egy, kettő, nem nincs kettő, Kerrigan belopta, és Tushi egyedül, ő is elhullik. Hát, sebzés nagyon osztott ki, Dark Tigers. Lehet, hogy most kéne a Dark Tigersnek egy... Na, időkérés, pont ezt akartam mondani. Lehet, hogy most kéne a Dark Tigersnek nem egy technikait, mert nyilván azt nem szeretnénk. Így van. Hanem egy taktikai időkérés kérni, és az elmúlt két körből tanulni, mert oké, nem ez a kör számított, hanem inkább az előzőek, hogy mik azok a pozíciók, amiket hogy nagyon erőltet a Face. Azt láthatjuk, hogy nagyon bátran mennek előre egészen szökőkútig, zsúrig, WC-t. És hogyha tényleg ez így van, és csak akkor tudott igazán a Dark Tigers érvényesülni, amikor kvázi egy... Megbüntették a tolást. Van, így van. Tehát a hibákat... Volt néhány hibája a Face-nek, és szerintem egyébként el fogják még követni, hiszen továbbra is bennük van az, hogy egy jóval jobb csapat a Face a Dark Tigersnél, ezt tudják ők is, és szerintem menni fognak még azokért a killekért. Hát ez benne van a stílusukban, ugye? Tehát ez az erőssége a csapatnak, szóval... Ha ezt el kell vetniük, az egyébként már egy fél siker a Dark Tigersnek, de mondjuk kíváncsi ők, hogy nem agresszív a Face sehol, akkor például mit tud kezdeni a Dark Tigers? No, de továbbra is Guardian az egy... Jézusom, hát azt gondolom, hogy ez a spot az ki lett demózva. Ki? Hát ez rendesen megkapta Guardian a magáét, de Kerrigan el tudja hozni az AWP-t, ez azért nem olyan rossz. Igen, viszont továbbra is ugye ember hátrányból kell védeni a Face-nek, szóval most kéne egy kicsit valahogy összeszedni magunkat, megvan az emberelőny, hova menjünk be? Nikó. Rászállt, nem számítanak. De jó ég. Jó, nem számított. Ezt rá. Ezt nem először csinálja meg. Rövidről ugye Olof Meister tudta őt fedezni, szóval így már is 4v4 mehet tovább a támadás. De így kárba veszett ez az entry. Ó! Lából lőtte Kerrigan. Úristen! Az szép, és nem is falon át volt. Tiszta lövés. Rain érkezhet. Illetve Rainre érkezik két játékos. Kerrigan fedezte jól. WC-b... Jézusom! Igen. Hogy hosszúról, nem lehet, nem hossz, bocsánat, hosszúról, csak annyira... Igen. Hát igen, ugye a számok hiányoznak, ezt többen is írtátok. Nem, csak nem csak az, kicsi a minimap, de ezeket ugye mind jeleztük. Nekem pedig már öregszik a szemem. Beastik egyedül. Ugye ő a legmagasabb ratingen rendelkező játékos. Egy emberre tud végezni Nikóval. Messze van még a körgyőzelem, az messze. Biztos. Messze. És bombája sincs egyébként. Van. Ez talán a nagy probléma. Kerrigan legjobb helyen tartott. Hát Kerrigan 3K ebben a körben. Felkapott AWP-vel szépen csinálta. 7-4. Ráadásul Kerrigan azért látszódik a mozgásán, hogy ő tapasztalt AWP-s, ugye a Team Solomit-ben. Ez falon át volt. Csak nem jelezte ki a kill feed. Hát akkor ez szomorú. Nekem meg túl gyors volt, hogy meg tudjam állapítani. Én csak a clean feed-ben bíztam. Szóval igen, a Team Solomit-ben azért két zsömbi mellett elég sokat AWP-zett ő is. Igazából a Face-nél talán csak Rain az egyetlen, aki nem szokta egyáltalán felvenni az AWP-t. De szerintem jó az, hogyha egy játékos ennyi helyen meg tudja állni a helyét. Persze, annál rugalmasabb, annál
Meg hát magas szinten, én egyébként én azért is szeretem, hogyha valaki tényleg minden fegyvert jól forgat, mert onnantól kezdve ellene is jobban tud játszani szerintem. Ha valakinek van LVP-s tapasztalata, akkor tudja, hogy mit szeretnek csinálni az LVP-sek, jobban le tudja olvasni az LVP-seknek a mozgását, a stílusát, mindenféle tulajdonságát. Úgyhogy ezt ajánlom is mindenkinek, hogy vagy gyakorolja, vagy pedig tanulmányozza azt, és akkor jobban fog tudni ellene játszani. Már ezek nagyon jó tanács zeneszerzőtől. Na láthatjuk megint csak Rainnek előbb Guardian próbálkozott ezzel most Rifle. Nem állnak le egyébként Rain azon. Folyamatosan agresszíven játszák meg, ugye kitolják át. Most viszont együtt hozódnak a ték, nem csoda, hiszen pénzkiegyenlítős vásárlásuk van. Próbálják összegyűjteni, összesűrűsíteni ezt a firepower-t, és azt összpontosítani egy vagy két játékosra egy lerakón. Pánikó meg lett dobva közben egy smoke-kal, talán nem véletlen. Ugye, hogyha a Guardianre gondolunk, aki ugye már Infernum is zeget nézi, hogy mikor blokkolhat a smoke-okat. 200 IQ-lé. Abszolút. De inkább csak a véletlen játéka volt valószínűleg. Rain időközben... Persze, ez igen. Persze. Rain időközben nagyon agresszív. Hamarosan akár találkozhatna egy terroristával, de nem arra megy. 4v5. Nagyon hát sok infója van Rainnek, igazából tudják. Igen. Tehát a CT-k tudják nagyjából, hogy hol vannak a támadók. Innentől kezdve csak tényleg kivárásra megy az egész. Vagy a lurkre. Ez olyasminek tűnik, mint egy ilyen időkérés, csak körben, körformájában. Egy gyanítom, akkor most megy közben a beszéd. Nagyon gyors volt Guardiántól, de jött a válasz. 2v4-ben folytatódik a kör. Conquest-nél van egy HVP, és milyen jól forgatja. Ez igen. Kerrigan köpni nyelni nem tudott. És most már nem csak neki, hanem Tushinak is van ám fegyvere. Nincs bomba. Hát ez elesett valóban. Elhagyták valahol. Lehetne még exit fegyverni. Az egyébként a Tushin. Vagyis hát nem volna. Úgy tűnik, hogy inkább Tobi, és végig volna kisült azért egy lövés. 8-4, a fél időt egészen biztosan megnyerték, mert csak az a kérdés, hogy mennyire. Hát most már azért... Teljes a vásárlás Dark Tigersnél, van AVP is. Igen, pont erre gondoltam, hogy azért beleférne az AVP, csak akarnak-e? Na ez volt az a spot, amit nézett, és ugye sikerült korábban a Guardian-t kiiktatni. Most Rain-t várta, de hát nyilvánvalóan nem csinálják kétszer ugyanazt. Mármint maga a zóna az lehet ugyanaz, tehát lehet ugyanazt nézni, csak más pozícióból. Most nagyjából valami hasonlót próbált meg Guardian, és ugye Rain is itt van. Továbbra sem szeretnének ugye túl sok területet hagyni a Dark Tigersnek, mert annál jobban tudnak támadásokat kivitelezni egy felakóra. Olofmeister. Így van. Igen, egy bizonyos fokig megtartják a CT-k, viszont ami szabad, azt is nagyon lassan foglalja el a Dark Tigers, és ez megbosszulja magát. Rain már is duplázni tud egy teljesen innovatív pozícióból, azonban most azért Capsen vissza tudja lőni őt. 2v4 szituációban folytatódik a támadás. 45 másodpercük van még hátra. Bomba a kezükben van, de nagyon nehéz lesz bejutni ebből a kiszorított helyzetből a lerakóra. Nagyon messze vannak még. Most Kerrigan is rájuk nézhet. Rájuk is fog. Capsennel pont elkerülik egymást. Ó, hát itt Kerrigan duplázhat. Meglátta szerintem. Igen, így van. Megvan Kerrigannek a dupla. És meg ugye természetesen az AK is a zsebében landol. Hát nincs is annál veszélyesebb, amikor a CT-k birtokolják ezt a fegyvert. Igen. 9-4. Ugye most pisztolyokat vásároltak csak, hogy az utolsó körre még elég pénzük legyen a teljes set megvásárlásához. Hát nagyon hasonlít ez a pálya eddig a Mirage-on látottakra. Rain hamarosan a kedényen jövőség találkozhat. Ugyanakkor nem képes ugye visszalőni, de nincs is akkor a firepower-je az M4-nek, hogyha van, főleg volt is azért egy-két nagy kevlár, hogy ezt meg tudja tenni. CZ-vel sikerült visszalőni. 4-4-re viszont van fix info, és ahogy láthatjuk, Nico ennek értelmében ki is pusholt B-ről. Opa! Na, hibás lövések sorozata túléli. Nem úgy túléli, hát sebzést alig osztott ki. És most kergetik, oda néz.
Kerrigan érkezhet segíteni. De hát Nico megvédi saját magát. Így van. És az egész zónát letisztázták. Kerrigan tud fregelni. Maradék két terrorista pedig hosszúról érkezik. Van egy M4 a kezükben. Azt lehetne használni, de... szerintem azért most már sejtik, hogy hol lehetne. Ó, Guardian timing-e nem volt éppen a legjobb. Azt tudhatjuk, hogy sok tekintetben jó a CZ, de nem veszik elő éppen gyorsan a fegyvert, a karakterek. És a töltés is lassú. Ó, Lofmeister. Hát itt tusni marad egyedül egy Desert Eagle-lel. Hát csak az a probléma, hogy... hát mindegyik lerakón talál CT-t, és valószínűleg Wolfmeisterről is lesz némi info, hogy itt van valahol. Megölheti. Ó, hátba. Erről van szó. Pillanatra úgy, mintha elkapkodta volna. Bomba nála van, viszont hát nem arra számít, nem fog arra, számítani. De igazából te számítanál arra, hogy már van egy játékos a háromból, mert az oké, hogy aki elkezd elindulni középen, és ő hát, keresi a... alapvetően az, hogy elindultak a B felé, tehát kitolták CT-n keresztül le, az lehetett volna egy 200 IQ play, de mondjuk nem késsel, mert azért tényleg gyanítható volt, hogy miután jött az információ, hogy hosszú jönnek a terroristák, akkor valaki, aki addig bén volt, fel fog jönni, és segíteni fog a CT-knek. Szóval nem volt Úristen. Nem volt teljesen jól megkomponálva ez a forgatás, az alkalmazkodás, és nem jött ki jól egy végül. Körre próbálkozna a Dark Tigers itt a 15. körben bizonyán, de nagyon gyorsan elfolytják ezt a támadást, egyrészt a füstökkel, másrészt ugye Nikóval, és már is két ember hátrány. Nikó megy tovább a killekért, Tushinak is annyi Meisterrel cserélhetnek és eljúlnak. Hát igen, ez a szent egyenként kinézegettünk, hogy ez itt tényleg... Oh. Ez szép volt, pedig csúszott a Lockmeister, tehát eléggé unpredictable volt ez a mozgás. Ettől függetlenül ez tényleg szép volt, maga a quick score. Igen, említettem, hogy azért Capsan jól tudhatná forgatni. Ó, oh, hibázik Guardian! Vissza is vonul, nem bízza véletlenre. Nem akarja, hogy ugyanarra a sorsra jussanak, mint a Fnatic. Igen. Hát, be van szorítva nagyon Capsan. Ó, az szép volt, nagyon. De tényleg? Bemehet még. Én nekem déjà vu-m van, zeneszerző, de komolyan, tehát mindig egy az egyben találkozik a CTK, és most is ez lesz. Hát Oscar-nál bemondtam, hogy le fogja hozni. És figyelj, jó helyre dobja magad. Mert nem fogja érni. Ó, elütte magát Guardian. Bizonyám. Ebből Kerrigan, bocsánat. Vissza tudja lőni. Capsan! A bomba pedig biztosan le fog kerülni. A kérdés, hogy Guardian milyen gyorsan érkezik, és hogy Capsan még el tud-e bújni. Még pont le tud ugrani vízben, 1v1. Na nézzük! Guardian versus Capsan rossz fele néz, Guardian pedig helyesen tart. Szépen csinálta végig. Nem sejtette, hogy Guardian honnan érkezik. 11-4-es félidővel zárhatjuk ezt az első félidőt overpasszon. Hát, az öt kör az még meglehet, amit jósoltam. Volt egy-két szép momentum a Dark Tigersnek. Az első fegyveres kör után ugye a három kört ezt nagyon szépen lehozták. Ott voltak class szituációik is, amiket vagy megnyertek, vagy nagyon közel kerültek hozzá. Igazából szerintem nem maradtak szégyenben ezen a pályán. Ezt egy fokkal jobbnak éreztem most, mint a mirázsos teljesítményüket. Hiába ott egyébként öt kört hoztak téből, de valahogy úgy érzem, hogy a körök szorosabbak voltak. Nekem pedig egyébként kifejezetten szimpatikus a Dark Tigers, mármint, hogy így rendesen egy Dávid és Góliát küzdelmet látunk. És az, hogy azért egy-két játékoson nem látom a megilletődtséget, hanem rendesen belemennek a fájtóba. Itt akár Capsan, akár Tushinál látunk többször is, igen. Szóval ez kell, ez az a mentalitás és játékhoz való hozzáállás, és hogyha ezt tudnám mind az öt játékos, akkor simán meg lehet verni a pénzt, vagy legalábbis köröket hozni. Ó, hát rögtön kettős ember előnyébe kerül a Dark Tigers. Ott mi a probléma? Miért nem lehet Rain-t visszalőni? Ez itt az én kérdésem. Ugyanakkor a társak elhullanak így Rain-nek. Hát tudok egyébként kéne hozni, de már több oldalról jönnek rá. Igazából ez egy valóban jó kör volt. A Dark Tigers-től. Szép volt a dupla entry. 11-5. És most többet is begyűjthetnek, hiszen sokkal több pénzük lesz, mint a FaZe játékosoknak. Tehát azért látod, hogy rögtön az első... tehát a második félidő első pisztolyos körében hárman vették fel és néztek ugyanazt a pozíciót. Igen. Én azt gondolom, hogy ebben van elméleti készülés bőven. Igen, igen. De nem problémát, ezt itt kell csinálni.
Jól csinálták. Most lássuk, hogy ezt követő köröket is jól tudják-e hozni. Ugye fegyverzetileg sokkal erősebb az, ami a Dark Tiger kezében van. Azért én nem félteném továbbra sem azt a Desert Eagle-t, pláne hogyha Kerrigan vagy Nico forgatja, bár most utóbb éppen elhullott, de hát semmi problémát van ott még. Olof Meister, Guardian, Rain, mindegyiknél egy Desert Eagle-t találunk. Guardian pedig már megy is hosszún, a bombát pedig Rain cipeli. A Guardian itt be tudna lőni egy nyitót. És bajos lenne. Te jó Isten! És tesz itt még folytatás, akkor be lehetne, pont azt akartam, hogy akkor be lehetne menni, hiába van még itt egy játékos tracknél. Felkapja a famaszt, Guardian, és be van szorítva. Nagyon kevés HP a Faze játékosai, Kerrigan plusz egy info, át tudja előni Tüsi. Egy HP-n Kerrigan. Egészen elképesztő. El is vitte a gránát. Jó kis Kobit láthatunk. És 1v1-be torkolik ez a küzdelem. Be tudja előni, mi történik? Tusival mi történt? Döntött, hát igen, ez necces volt. Ez nagyon necces volt. Ilyen pánikugrások, amiket Fertől szoktam látni. Ez a lövés Guardiantól lenyűgöző. Lenyűgöző. Hogy ezt megjósolta, hogy ott lesz. Lelki szemei előtt látta. 200 IQ play. Na igen. Na jó, emeljük a tétet, hát legyen 220. Itt van a baj. 12-5. És most a Dark Tigers van az előző körös Faze szerepében. Sokkal kevesebb granátjuk, sokkal gyengébb fegyvereik vannak. Vannak CZ-ik, vannak Desert Eagle-ök. Most ezekkel kell megnyerni. Kerrigannél az entry. Bemegy ez a vétámadás. Ott van a második. És lebukott. Ejo is lebukott. Ő is elhullott. Kapszen tud egyet fregelni. De csak egy Mach 10-es talál. A bomba lekerült. Jó volt a flash, nagyon Nikóra. Nem tudott visszamenekülni. Igen, Olof Meisterre már nem tudott mit kezdeni, és Tom Keys maradt. Egyes egyedül. Igazából nagy Kevlart kihozni, az teljesen jó. Ez tökre megéri. CZ-vel, Isten. Az rendben van, hogy a következő körrel valószínűleg az egész csapatnak ugye egy spórolós kör kell, hogy legyen. Igen. De azért... Ezért az értékeket ki kell menteni. A ratinggel egy kicsit javítani kell. Nem kell feltétlenül ezeket a dolgokat odaadni az ellenfélnek. Tulajdonképpen a Faze 8 körös differenciával eléggé nyugodt lehet. Mindenképpen. 14 negyedik körük szinte borítékolható. Rengeteg pénz is lesz a bankban ezután a kör után, szóval... Hát igen, szépen lassan érkezünk a pálya végéhez valószínűleg. Most már valami egészen varázslatos teljesítményre van szükség a Dark Tigers-től ahhoz, hogy ezt a pályát megfordítsák. Ami egyáltalán nem valószínű. Én esetre azt gondolom, hogy azért amennyire tudtak helyt álltak, itt Olof 2-t tud megölni. És két válasz is érkezik rá rögtön, 3v3 szituáció alakul ki. De ezt milyen jól csinálta a Dark Tigers, hogy így stackbe mentek rá a támadókra, ez nekem nagyon szimpatikus, és bár ugye lekerült a bomba, mert ezzel együtt rengeteg info van. Oké, okay, itt van mind, tegyétek le, ez meg is történt, de szereztek fegyvert, ugye egy AK-t. Az nagyon jó lesz a következő körben, amennyiben sikerül kimenteni. Gyanítom, hogy Beastik van Playground környékén. Guardian is elhullik, Tomsky révén, úgyhogy el lehet hozni bizony az ő fegyverét is, ez két AK-ment, és jelenthet, amennyiben Nico nem találja meg őket. Most ahogy láthatjuk a minimapot, már ha aki látja, eléggé, hát itt esetleg hosszú lehet egy találkozás. Na lesz-e idő? Hallania kéne, hallania kéne. Ó. Jézusom, Tom Keys nem figyelt oda, így viszont csak Beastig tud egy alkát hozni. Természetesen érkeznek hozzá gránátok, mint gyújtó, füst, vakító, illetve a defkit. A másik oldalon pedig Guardian-nél AWP. Hát a CT-k nem tudták úgy tűnik összespórolni, hát még esetleg... Nem. Na, nem valószínű. Mystic tolja ki az AK-val, hogyha szép. Már van egy ilyen erős fegyver, akkor miért ne használjuk effektíven? Olof Meisterre képesek végezni, Ejo pedig... Annak ott kellett volna lennie. Úristen! Tudja ki, hogy mi? Az nem jó volt szerencsére. Hát az... Nem, csak arra gondoltam, hogy mennyire egységes, mennyire gyorsan tudják nagyon ezeket csinálják. A trédeket. Hát hogyha azt is megölj, akkor mondjuk az sikítós lett volna. 2v4 egy pillanat alatt kialakul. Az nagyon szép molotov. Tetszett?
Nagyon jó. Hát sok szép lövést láthatunk, ezt például nem láttuk, csak az áldozatnak a elesését. Beastie meg is annyi, és végül Guardian végez Tom Keese-el. 15-5-10 kilós differencia, úgy tűnik, hogy zeneszerzőnek igaza lett, bár én nem mondtam eredményt, de egyébként most itt tényleg no kap a fejből, én egy ilyen 8 kört azért adtam volna a Dark Tigersnek, ettől függetlenül, na volt. Végre, hajj te jó! Nagyon jó. Ilyen szerencse, hogy több Observer van, ugyebár? 15-5. A fegyverzetet elnézve valószínűleg ez az utolsó kör ezen a mérkőzésen. De azt gondolom, hogy azért tényleg nem maradt szégyenben a Dark Tigers, hogyha így is lesz. Látunk tőlük nagyon szép megmozdulásokat. Láttuk azt is, hogy egyéni teljesítményben nyilván nem értek fel a FaZe Clan tagjának a szintjére, de azért oda tudták tenni magukat. Rain, időközben mint ilyen frege. Nagyon úgy tűnik, hogy Beastie-nek és Enyo-nak ezzel körrel, illetve az egész Dark Tigersnek vége lesz. Tűz alatt tartják. Biztos, megvan róla az info, és itt a vége. Hát ezért Guardian még megkínálja egy gyújtókánát a Rain, de valójában Rain ment a fregekért. És itt láthatjuk ugye Nikót, Olofmeistert, Kerrigant, Robbent, ugye a háttérben Guardiant, és végül ugye a Rain-t, és állnak fel ugye a Dark Tigers játékosai. Azt gondolom, hogy nem kell szomorkodniuk emiatt az eredményt, mert tényleg, amit lehet, azt megtették. Nem ez az a mérkőzés, amit feltétlenül meg kell nyerniük. Vannak a csoportban gyengébb ellenfelek is. Azokon a meccseken kell bebizonyítani, hogy érhet valamit ez a csapat. Igaz, hogy ez a csapat ez most áll fönn vasárnap estig, és aztán azt követően felbomlanak, hiszen egy mix csapatról van szó. A fix nyereményük az ugye megvan. Az megvan. Ez teljesen szép eredmény, hogy ide jutottak, és itt most itt megmutatták, hogy mit tudnak. Ne feledjük-e, hogy azért a Vini Future Sports Festival csak a Cségónak 500 000 eurót áldoz, és abból ugye 200 000 a fődíj kvázi az első helyezetnek. Ez egy nagy lannak számít egyébként. Hát gondoljunk bele, hogy hát igen, ez Premier, ez simán egy Premier League-nek felel meg. Talán, hogyha egy picit több csapat lenne, mondjuk 8 csapat az már egy playoff mennyiség, és 16-tól. Igen, ugye elég egyedi volt a szervezése ugye a kvalifikációkkal kapcsolatban is ennek a versenynek, de tényleg nagyon komoly díjazású versenyről van szó, amire ez a csapat is lejutott, és itt most azért itt a FaZe ellen kikaptak ugyan elég nagy arányban, de azért amennyire tudtak helytálltak. És nagyon komoly a színpadi technika és az egész atmoszféra, úgyhogy aki szeretné kipróbálni, természetesen nem ma, hiszen még megy a streamünk, és ezt ugye nyilvánvalóan nem szabad kihagyni, de holnap és holnap után vár mindenkit szeretettel a V4 Future Sports, ugye a Bokcsarnokban. További információkért ugye a v4futuresports.eu oldalt látogassátok. Egyébként korhatáros a rendezvény, ez nagyon fontos. Ez holnap 12-es korhatár van, tehát 12 éven felülieknek. Holnap után pedig 14, egyébként ma is 14, ugye ez nyilván a Cségó miatt van. Igen. Na hát srácok, ne menjetek messzire, mert természetesen még kvázi csak a nap felénél járunk. Időben vagy meccsek számában, ugye hát ez a nagy kérdés. Meccsek számában, szóval még hátra bőven mérkőzésünk, amit természetesen elhozunk nektek magyar nyelven. Hamarosan tehát folytatjuk, jövünk még mérkőzésünk.